Na jó reggelt mindenkinek! Nem tudom hány óra van, hány óra van? Reggel 9 van, és itt vagyok, Budaörsöm. Ugyanis házi ninja verseny lesz, amit a Gábor rendez. És megmondom nektek őszintén, szerintem a műsor óta nem is versenyeztem semmilyen formában, úgyhogy érdekes lesz, az biztos. 10-kor kezdődik a verseny, úgyhogy valószínűleg én még itt egy kicsit elhülyéskedek, de minden esetre azért vágunk egyet, és akkor menjünk be, nézzük meg, hogy mi a helyzet. Yeah.
Kapar, baszki! Öt mellette. Hova fokozni? Oda. Pont oda vagy. Menj! Ez volt a két pályám, most kiszámolják a legjobb tízet, és a legjobb tíz megy a utolsó pályára. És akkor véget ért a verseny. Hát nem jutottam be a harmadik pályára. Kicsit, hát nem tudom. Jobbnak éreztem magamat már, mint fizikailag, de hát tegyük hozzá, hogy az adás az már egy éve volt. Az utóbbi elmúlt egy évben nem csináltam túl sok mindent. Kétszer voltam edzeni, meg egyszer voltam élesbe, úgyhogy nagyon sok kimaradt. Kaptam érmet, hogy én voltam a legügyesebb ember, aki rekordidő alatt kiesett mind a két pályán. Nagyon jó volt, igazából hangulatos volt, nagyon jó volt mindenkit látni. Nagyon király volt az egész, úgyhogy... hát most nekiállunk felkészülni. Én azt mondom nektek, hogy én most beleállok. Ne újra csúcsformába kell lenni. Mert mint ahogy az előző videóban mondtam, valószínűleg, hogyha lesz Ninja Warrior, akkor lesz, ha nem, nem. De ha lesz, akkor jó formába kell lenni. Úgyhogy erről ennyit. Ez a videó az ennyi volt, erről a kis versenyről szólt. Gratulálok Gyömrei Mátinak, ő megnyerte ezt az egész versenyt. Hát ja, hát a Máté az mindig csúcsvonalban van. Erről ennyit. Úgyhogy a következő videóban találkozunk. Valószínűleg most egy darabig nem lesz ninjás tartalom. De a következő videóban találkozunk, addig is... Nyomjátok meg a lájkot, a feliratkozást, a csengőt. És sziasztok!